Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Rendkívüli közgyűlés. Plusz juttatást szavaztak meg saját képviselőiknek az ÉN-Szekszár tagjai. Építőipar. A koronavírus járvány és a záruló uniós ciklus miatt kevesebb a munka. Szúnyoggyérítés közel 6000 hektáron. Autóból írtják majd a vérszívókat Tolna megyében. Új jégcsarnok. Már októberre elkészülhet a modern épület Szekszárdon. Plusz juttatást szavaztak meg saját képviselőiknek az ÉN-Szekszárd frakció tagjai a csütörtöki rendkívüli közgyűlésen. Az erről szóló javaslatot a szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló saláta erőterjesztésbe rejtették el, de a napi rendi pontok között szerepelt a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő is. Ezzel kapcsolatban a jegyzőnek kellett egyértelművé tenni az ÉN-Szekszárd tagjai számára, hogy a pénzügyminisztérium írásban azt közölte, nem ad pénzt az állam másik helyszínre. Első napirendi pontként újra módosítani akarta az ÉN-Szekszárd frakció az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. Azt szerették volna beleírni, hogy plusz pénzt kapjanak az önkormányzattól azok a képviselők, akik a városházán végzett munkájuk miatt elesnek a civil bérük egy részétől. Érkeztek ilyen képviselőkérések, korábban nem volt szabályozva az SMS-ben, de természetesen a törvény lehetőséget ad rá. Tehát az M5TV úgy szól, hogy a képviselőt a munkáltatója köteles mentesíteni a munkavégzés alól a képviselői munkájának a végzéséhez szükséges időtartamban, és az így kieső jövedelmét kérheti megtéríteni a képviselőt a képviselőtestülettől, közgyűléstől. Ahogy a jegyző is mondta, erre eddig még soha nem volt példa Szekszárdon. Most viszont több képviselő is adott be ezzel kapcsolatos kérelmet. Úgy tudjuk, valamennyien az ÉN-Szekszárd tagjai. A voksoláskor viszont a többségi frakció mégsem szavazta meg a saját maguk által benyújtott javaslatot, mert nem tudták, milyen szabályok vonatkoznak a szavazásra. Ezért több napi rendi ponttal később Bamba Gábor, az ÉN-Szekszárd frakció elnöke azt javasolta, újra voksoljanak a képviselőiknek járó plusz juttatásról, amit másodszorra sikerült megszavazni az ÉN-Szekszárd frakciónak. Szerettük volna megkérdezni Bamba Gábort, miért látta indokoltnak, hogy plusz juttatást szavazzanak meg a saját képviselőiknek, miközben az ő döntésük nyomán több munkavállalónak felmondott az önkormányzat, mások pedig az emiatt keletkezett kifizetetlen plusz munka miatt távoztak, ám az ÉN-Szekszárd frakció vezetője nem válaszolt a kérdésünkre. A napi rendi pontok között szerepelt a Szabó Dezső utcába tervezett orvosi rendelő is. Ezzel kapcsolatban a pénzügyminisztérium néhány napja levélben azt írta az önkormányzatnak, hogy nem ad az állampénzt Szekszárdnak, ha a beruházás másik helyszínen valósul meg. Az ÉN-Szekszárd frakció viszont az egyértelmű állásfoglalás ellenére is új helyszínt keresne, és továbbra is bízik az állami támogatásban. Hívjuk fel a polgármestert, hogy a helyszínmódosításra tekintettel a pénzügyminisztérium 2020. július 28-ai állásfoglalása alapján a forrásegyeztetést követően új projekt ötletként az új helyszínre nyújtson be támogatási kérelmet. Végül a jegyző magyarázta el az ÉN-Szekszárd frakció tagjainak, hogy a pénzügyminisztérium nem hajlandó új helyszínekről egyeztetni, ezért Szekszárd a korábban megítélt 80 millió forintot már biztosan elbukta, ha nem a Szabó Dezső utca mellett épül meg a rendelő. Nincs mód módosításra, csak a jelenlegi pályázat visszavonására és új pályázat benyújtására. Tudom, hogy ez talán mindegynek tűnik, tehát az a lényeg, hogy helyszín módosításra van szó, vagy lehetőség, de a pályázat módosítására nincs. Ez azért nem mindegy, mert ugye akkor ezzel a pályázattal viszont el kell számolni, vissza kell fizetni a lehívott támogatást, stb. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője azt mondta, az önkormányzat már több 10 millió forintot elköltött a rendelkezésre álló 80 millióból. Ezért, ha az ÉN-Szekszárd továbbra is ragaszkodik az új helyszínhez, akkor a kárért a felelősséget nekik kell vállalniuk. Azt a többlet költséget ezért én nem szeretném bevállalni, hogy most 30 millió forintot visszafizetünk. Tehát itt a Fidesz frakció álláspontja ebben az esetben az, hogy ezt döntse el a többségi frakció.
A napi rendi pontok között szerepelt a városba tervezett rekreációs központ is. Ez eredetileg az épülő úszoda mellett kapna helyet, és a modern városok szerződés is ide szól. Az ilyen szexárd viszont a beruházást bevinni az életveszélyesé nyilvánított régi úszoda épületébe. A Fidesz frakció vezetője szerint ez veszélyes és felelőtlen döntés. Ezért Máté Péter most azt javasolta, hogy inkább végeztessenek el olyan módosításokat az eredeti helyszínen, ami az ilyen szexárd tagoknak is megfelel, de a központ semmiféleképp kerüljön az életveszélyesé nyilvánított régi úszoda épületébe. Az volt a legfőbb problémája a ilyen szexált frakciónak, hogy a víz alatti épületrészek hiba lehetőséget jelentenek. Ez így is van, tehát a szigetelésnél beszivároghat a víz, tehát vízszint alá ne építsünk abba a rekreációs központba, és a vízszint fölött legyen az építmény és az eredeti helyszínen. Ez volt a javaslatom. Ezt Zalják Rita, az ilyen szexált frakció tagja is támogatta, és eszerint is szavazott. A frakciója többsége viszont ragaszkodott az életveszélyes régi úszoda épületéhez. A közgyűlés után szerettük volna megkérdezni Zalják Ritát is, mit szól ahhoz, hogy az ilyen szexárd frakció egyszerűen semmibe vette a javaslatát, ő azonban nem válaszolt a kérdésünkre. Lemondott szexárd jegyzője a csütörtöki rendkívüli közgyűlés előtt. Molnár Kata a döntését azzal indokolta, hogy a választás óta elviselhetetlen mennyiségű munkát kellett elvégeznie neki és a hivatal többi dolgozójának is. Arról is beszélt, nagyon megviselte, hogy az önkormányzat az elmúlt hónapokban kiváló szakembereket küldött el. A kirúgásokat az ilyen szexárd frakció kezdeményezte a szervezeti és működési szabályzat többszöri módosításával. Egy hosszan tartó, elviselhetetlennek tűnő munkateher az nem biztos, hogy mindenki számára elfogadható, úgyhogy nagyon sok jó kolléga távozott és készült távozni a hivatalból, amit én nagyon sajnálok. Az elviselhetetlen mennyiségű munka, az emiatti sorozatos felmondások és a kollégái kirúgása vezették arra, hogy lemondjon. Erről a könnyeivel küszködve beszélt szexárd jegyzője csütörtökön. Molnár Kata 5 évig vezette a Tolnai megyeszékhely önkormányzatát. Most, bár nem mondta ki, többször is utalt rá, hogy a felmondása mögött az áll, hogy az ilyen szexált frakció lassacskán megbénította a Városházán folyó munkát, főként a szervezeti és működési szabályzat többszöri módosításával, ami miatt eddig már 11 szakembert küldtek el a Városházáról, mások pedig az emiatt keletkező plusz munkák miatt mondtak fel. Én nem szeretnék nagyon konkrét ügyekbe belemenni. A létszámcsökkentés végrehajtása nyilvánvalóan megviselt egyébként, hiszen kollégáktól kellett megválni, és valóban egy olyan helyzetben, amikor vannak olyan területei most az önkormányzati munkának, ahol már elviselhetetlen a munkateher. Molnár Kata arra utalt, elkeserítette, hogy hiába próbált közvetíteni, az ilyen szexárd frakció nem volt hajlandó együttműködni a polgármesterrel, és minden korábban az előző városvezetés által meghozott döntést megpróbálnak akadályozni. A szexárdi önkormányzatnál korábban egy jegyző és két aljegyző felelt a törvényességért. Az ilyen szexárd frakció viszont az egyik aljegyzőt korábban már elküldte, a jegyző pedig most mondott fel. Úgyhogy azt a munkát, amit eddig hárman láttak el, mostantól egy ember fogja. A jegyző lemondásával és a további terveikkel kapcsolatban szerettük volna megkérdezni Bomba Gábort, az ilyen szexárd frakció elnökét is. Ő viszont nem válaszolt a kérdéseinkre. Átírta az értékrendünket a koronavírus járvány. A bizonytalanság és a folyamatos változása mindennapjaink részévé vált, mondta Kerekasztal című műsorunkban Korcsmár István, az Aliszka Bau ZRT alapító tulajdonosa. Korcsmár István beszélt a nyugdíjba vonulásáról, gázrobbanásban érintett szexárdi lakóház helyreállítási munkálatairól, az azt követő álmatlan éjszakákról, majd a kemény munka eredményéről. A szakember kifejtette, a cégüknek bár egészen őszig stabil szerződés állományuk van mélyépítési munkákra, és idén szeptember végéig elérik a tavalyi árbevételüket. Azt azért látják, hogy a járvány és az uniós ciklus zárulása a szektort visszavetette, és a beruházások száma is apadt emiatt. A cég nagy reményeket fűz Paks 2-höz és a következő uniós ciklushoz. Sokkal nagyobb problémát látok az előkészítésben, pontosabban az előkészítésnek a megállásában. A vírushelyzetre való tekintettel pénzt is vettek el az ágazatból, meg azt látjuk, hogy megálltak a fejlesztéseknek az előkészítései.
Hát hogy most ezt hogy fogjuk kezelni? Mi valószínű úgy, hogy kisebb munkákon is neki fogunk állni versenyezni, kisebb munkákat is megpróbálunk elhozni. Ez igazán azért nem szerencsés, mert mi túl sokan vagyunk ahhoz, hogy egy bizonyos értékhatár alatt versenyezzünk, meg akkor elviszük a kisebbek elől a munkát. Elviselhetetlen mennyiségű a szúnyog, különösen a Duna és a kisebb tavak környékén, jelezték nézőink. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a légi szúnyogírtásra nem kell mostanában számítani a térségben, azonban földi kémiai kezelést alkalmaznak a kellemetlen vérszívók ellen. A héten közel 6000 hektáron írtják a szúnyogokat Tolna megyében. Az elmúlt napokban a Sárközben, Gyönkön és Tamásiban írtották a szúnyogokat Tolna megyében. Az elmúlt napok hetek esős időjárása következtében ugyanis rengeteg a vérszívó országszerte. Különösen a víz közelében okoz ez gondot. Földi kémiai szúnyoggyérítés térségünkben azonban egyelőre nem egészíti ki légi kezelésekkel, noha azt az országos tisztifőorvos egyedi engedéllyel lehetővé tenni. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője azt mondja, csupán a legjelentősebb szúnyogártalommal sújtott térségekben alkalmazzák a két módszert váltva. Szakértők döntik el, hol írtsák a vérszívókat repülőből is. Tolna megyében erre a hétre a kémiai úton történő gyérítés van előírva, viszont ez a földön fog megtörténni. Ugye tudhatjuk azt most már, hogy a tisztiorvosi főorvos engedélyt adott a légi úton történő gyérítésre is. Ez az országban a különösen extrém mértékben veszélyeztetett területekre érvényes. Ez jelen pillanatban Hajdú-Bihar, Csongrád-Csanád és Békés megyét illeti, a Tiszató környéke. A következő napokban Szekszárdon, Tolnán, Fadon, Gerjenben, Bogyiszlón, továbbá Dunaszentgyörgyön gyérítik a szúnyogokat autóból. Összegészében erre a hétre vonatkozóan 5750 hektárnyi területen fogják gyéríteni a szúnyogokat, ebből csak Szekszárd 1000 hektárt fog kitenni. Tehát itt durván az 1/6 az, ami az itteni védekezést illeti. Szakemberek azt tanácsolják, hogy szúnyogírtáskor gyűjtsük össze, vagy takarjuk le a szabadban tárolt játékokat, élelmiszert, ruhákat, tartsuk zárva az ablakokat, ajtókat a kezelés idejére és az azt követő egy órában. Továbbá kapcsoljuk ki a külső levegőt bejuttató mesterséges, szellőztető berendezéseket. Ajánlott továbbá odafigyelni arra is, hogy a ház környékén ne legyen pocsolya, madárítató vagy bármiféle vízfelület. Ezekben akár ugyanis egy hét alatt kifejlődhetnek a csípőszúnyogok. A korszerű jégcsarnok hosszú éveken át csak álom volt a szekszárdi jégkorongozók és a korcsolya sportkedvelőinek számára, mostanáig. Az előző városvezetés prioritást adva ennek a beruházásnak, előteremtve a megvalósításhoz nélkülözhetetlen társasági adófelajánlásokból érkező jelentős összeget, új lendületet adott a 400 milliós költségvetésű jégcsarnok megépítésének. Októberre elkészülhet a létesítmény. Az egykori salakos kispályás hoci, majd a teniszpályák helyén új hibalkodó létesítmény nőtt ki a földből mindössze néhány hónap alatt a szekszárdi sportközpont területén. Ez már az új modern szekszárdi jégcsarnok lesz, ami a korcsolya sportot és a jégkorong sportágat is egészen más perspektívába helyezi, mint a sátras korszakban volt. De tegyük hozzá gyorsan, az említett sportokban jelentkező szabadidő és tömegsport igények teljesítése a 21. század követelményeinek megfelelő szinten történik majd hamarosan a megyeszékhelyen. Köszönhetően annak, hogy még az előző városvezetés a társasági adópénzek összeszedésével megteremtette annak a lehetőségét, hogy a város kapcsolódhasson a Magyar Jégkorong Szövetség által támogatott, meghirdetett nagyszabású sportági létesítményfejlesztési programhoz. A 600 négyzetméteres terület, a 60x26-os méretű jégpálya, küzdőtér, a legmodernebb gépészeti, elektronikai és hűtés technológiát vonultatja fel. Most már éppen ezen dolgoznak. A cél az, hogy a lehető legjobb jégminőséget adjuk a játékosoknak. Ugye alapvetően Szekszáron gyermek utánpótlás képzés zajlik, de igen, hosszú távon az is cél, hogy ha más nem, egy junior válogatott mérkőzést is vendégül tudjunk látni, akár felkészülési, akár versenyidőszakban is.
A fő kivitelező összehangolt csapat munkájának köszönhetően azt ígérheti, ha nem jön közben semmi rajtuk kívülálló dolog a belső, olykor speciális szakipari munkáknál, szeptember végére elkészülnek, és már októberben át is adhatják a városnak a hozzávetőlegesen 400 millió sportlétesítményt. Megemlékezést tartott a roma holokauszt áldozatainak tiszteletére a Bonyhádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A történészek becslése szerint csak a magyarországi roma áldozatok száma 5 és 70 ezer közé tehető. Az európai cigányság közel 30%-át írtották ki a vészkorszakban. A Cigány Világszövetség 1972-es párizsi kongresszusán nyilvánították augusztus 2-át a roma holokauszt nemzetközi emléknapjává, hiszen 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjjel számolták fel az Auschwitz-Birkenaui cigánytábort, ahol az ott lakó utolsó 3000 romát is kivégezték. Az októberben újjáalakult Bonyhádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat megemlékezést tartott a roma holokauszt áldozatainak tiszteletére. Számos új terve között szerepel, hogy ezentúl méltóképpen emlékezzenek meg a nemzetiségükhöz tartozó eseményekről. A holokauszt megemlékezés, ugye ez a közös megtárgyalás után döntöttünk úgy, hogy végül is megvalósítjuk, és elkezdjük hagyományjá teremteni azt, ami eddig is igazából fontos része lett volna a munkánknak. A műsorban a Roma Ifjúsági Klub tagjai vettek részt. A vezetők nagyon fontosnak tartják, hogy a roma gyerekek is megismerjék népük történelmét. Balog Mihály, a Bonyhádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök helyettese úgy fogalmazott, hogy ha meg tudják tanítani gyermekeiknek, hogy mi volt a múltjuk, talán szebbé tudják tenni a jövőjüket. A becslések szerint a magyarországi roma áldozatok száma 5 és 70 ezer közé tehető az akkor 2 milliós európai cigányságnak, csaknem a 30%-át gyilkolták meg a náci SS katonák. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. 120 órás alaptanfolyamon vesznek részt az iskolaőrjelöltek. Országosan 497-en jelentkeztek. Bárkatábor. 6500 fiatal kapcsolódhat ki a Balatonnál. Nagyobb odafigyelés, elkerülhetőek lennének a vízi tragédiák. Országosan 497-en kezdhették meg az iskolaőri képzésüket Magyarországon. A 120 órás alaptanfolyam elvégzése után szeptember 1-től kezdhetik meg a munkájukat a kijelölt intézményekben. Az iskolaőrök biztosítják, hogy az oktatók és nevelők zavartalanul végezhessék feladataikat. Elkezdődtek az iskolaőri képzések Magyarországon. Szeptember 1-től állhatnak munkába az iskolaőrök, akik biztosítják, hogy a kijelölt oktatási nevelési intézmény pedagógusai a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai zavartalanul elláthassák feladataikat. Ehhez azonban először egy alkalmassági vizsgálaton kellett megfelelniük a jelentkezőknek, most pedig egy 120 órás alaptanfolyami képzésen vesznek részt. Ez 3 modulból áll, pedagógiai, pszichológiai alapképzésből, bűnmegelőzési és konfliktuskezelési modulból, valamint rendvédelmi felkészítésből és gyakorlati modulból, és ezt követően minden modul után vizsgát tesznek, majd aztán egy iskolaőri vizsgát tesznek, és ezután kezdhetik meg az iskolaőri feladatellátásukat. A médiában elterjedt hírekkel ellentétben a rendőrség hivatásos állományú tagja nem lesz iskolaőri feladatra vezényelve, hivatásos állományú rendőr nem fog iskolaőri feladatokat ellátni. Országosan egyébként augusztus 3-áig 1409 jelentkezés érkezett be a rendőrséghez. A sikeres alkalmassági vizsga után 497-en kezdhették meg a tanfolyam elvégzését, közülük 131 nő és 366 férfi. Több megyében is túljelentkezést tapasztaltak, de akadnak még helyek, ahol várják a leendő iskolaőröket. Harmadik alkalommal nyitotta meg kapuit a Bárkatábor a Balatonnál. A magyarországi református egyház célja, hogy a 6500 hátrányos helyzetű gyermek megtapasztalja az összetartozás érzését. A gyerekeket egyedi pedagógiai módszerekkel, játékos formában fejlesztik. A 194 fiatal az első turnusban 6 napot tölthetett Balatonfenyvesen. Köszönjük.
Közös tábortánccal és zászlófelvonással vette kezdetét a harmadik bárkatábor Balatonfenyvesen. A Magyarországi Református Egyház által szervezett táborban hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű és nevelőszülőknél nevelkedő 6-16 éves fiatalok tölthetnek el csak nem egy hetet a Balatonnál. Az első év után rögtön várólistát kellett nyitnunk, mert úgy látták az intézményeink, többnyire református, de nem csak és kizárólag református intézményekből érkeznek a gyerekek. Szóval úgy látták az intézményvezetőink a gyerekek visszajelzései alapján, hogy itt jól érzik magukat, szükségük van erre a táborra, nagyon szívesen jönnek el. Akik már második turnusban vannak itt, ők azért egy kicsit rutinosabbak, úgyhogy a fegyelmi dolgokban velük egy picit könnyebb az együttműködés. Hát igyekszenek, gondolom, segíteni azokat, akik még frissek a fedélzeten. Jani Sejjéről érkezett, és bár a Balatonnál volt már korábban, a táborban most jár először. Eddig a napig most minden jó, ugye volt a Pápa Jóci, és ugye így énekelt nekünk, az nagyon tetszett nekem, és a holnapi napot meg a többit szerintem ugyanilyen lesz, ugyanilyen jó. A táborban a hitéletre nevelés és a szociális készségfejlesztés ugyanolyan fontos. A nevelők és segítők mindezt élménypedagógiai módszerekkel adják át a fiataloknak úgy, hogy a gyerekek észre sem veszik, hogy közben tanulnak. Eleve már az is kihívás, hogy nagyon sok korosztály van itt. Gyakorlatilag az elsősöktől a 11-esig, a középiskolásokig mindenki itt van. A gyerekek figyelmét eleve sokszor nagyon nehéz lekötni, de itt igazából reggeltől estig olyan programok vannak, ahol egymásnak kell segíteniük, egymásra kell figyelniük, nagyon sokat megtanulnak egymásról is és önmagukról is. Az idei bárkatáborban a mostanin kívül még 4 turnus lesz. A 2018-ban indult program célja, hogy 2021-ig legalább 6500 gyermek tölthessen el csak nem egy hetet a Balatonnál. Minden szezonban követel áldozatokat a Balaton. A statisztika és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy óvatossággal, odafigyeléssel megelőzhetőek lennének a tragédiák. Épp ezért a Magyar Vöröskereszt a balatoni strandokon tájékoztatja a vendégeket, akik az első segélynyújtás alapjait is megismerhetik. Ez a több gyermekes család tudja, hogy a Balaton partján kiemelten fontos a biztonság. Éppen ezért a nagy hőségben csak délután látogatják a strandot, és arra is figyelnek, hogy felhevült testtel ne menjenek be a vízbe. Óvatosan fröcsköljük, hogy azért szokja hozzá a vízhez. Mennyire kell rájuk figyelni? Hát okosak, és figyelünk rájuk azért, és ők is figyelnek. Ám nem ez az egyetlen dolog, amire figyelni kell. Arra is figyelünk, hogy azért, ha lehetne, igyanak a vízből. Hát igazából leginkább ez az, amire muszáj. Akkor a picik miatt. 8 és 9 és 30. Ez pedig már a Balatonfenyves alsói strand, ahol a nyaralók megtanulhatják többek között az újraélesztés alapjait is. Szerintem, hogyha bármikor így a hétköznapokban történik valami baleset körülöttünk valakivel, akkor tudunk neki segíteni. Volt már esetleg olyan, hogy segítened kellett? Még nem volt, de fel vagyok rá készülve, hogy esetleg lesz ilyen. A Magyar Vöröskereszt 17 éve működteti a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatot, amelynek keretében 12 balatoni település 19 strandján vigyázzák a fürdőzők biztonságát. Egy roadshow keretében pedig immár második éve. Már nem csak a szolgálatot látják el az önkénteseink, hanem több hétvégén keresztül ezekre a strandokra ellátogatunk, plusz önkéntesekkel, ahol megpróbáljuk megtanítani az érdeklődőknek az újraélesztést, a stabil oldalfektetést, a különböző strandbaleseteknek az ellátását is. Emellett pedig jó tanácsokkal is ellátják a fürdőzőket, hiszen a tapasztalatok alapján a vízibalesetek oka elsősorban az emberi felelőtlenség. Azt szoktuk javasolni, hogy nagyon sok folyadékot kell fogyasztani ezeken a napos órákon kifejezetten, illetve ha nem muszáj, akkor a legnagyobb melegben, akkor próbáljuk kerülni a közvetlen napsütést. Tehát árnyékban pihenjünk, ne akkor fürdőzzünk. Nagyon fontos, hogy az ilyen melegben ne fogyasszunk alkoholt, vagy alkoholt ittunk, akkor ne menjünk be a vízbe. Figyeljünk arra, hogy a matracokon ne pihenjünk, vagy ha más is legyen a közelünkbe, és ne aludjunk el a matracon. A nyári főszezonban naponta 300 ezer ember fürdőzik a Balatonban. Biztonságukra a Magyar Vöröskereszt mellett a balatoni vízirendészet is vigyáz. Ám a legfontosabb, hogy minden nyaraló betartsa az alapvető szabályokat, így elkerülhetőek lennének a tragédiák.
És végül nézzük főbb Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. Rendkívüli közgyűlés. Plusz juttatást szavaztak meg saját képviselőiknek az Éjjel-Szekszár tagjai. Építőipar. A koronavírus járvány és a záruló uniós ciklus miatt kevesebb a munka. Szúnyoggyérítés közel 6000 hektáron. Autóból írtják majd a vérszívókat Tolna megyében. Új jégcsarnok. Már októberre elkészülhet a modern épület Szekszárdon. Pénteken még tovább emelkedik a hőmérséklet, már szinte mindenütt eléri a maximum hőmérséklet a 30 fokot, többfelé meg is haladja azt. Sok-sok napsütésre, igazi strandidőre számíthatunk, csapadék nélkül. A déli, kora délutáni órákban erős lesz az UV-sugárzás. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!